Vadállat szeretünk van, ahol közel 20 farkashoz köszönjük az életünket. Ő egy 3 éves kal, nehezvonott élet, mint előbb mondtam. Nem tipikus európai farkashoz van szó, ez szerintem lehet látni. Rendezvénynek. Mielőtt a program bemutatásával kezdenék, annyit elmondanék, hogy ez egy civil kezdeményezés olyan értelemben, hogy ez nem egy nagy projekt köré integrálódott, hanem ezt úgymond mindenki a saját szabadidejébe, hobbiába, hobbiaként viszi tovább. Tehát akik ezt mi csináljuk, ezt mind úgymond a mellékes tevékenységünként működtetjük. De látni lehet majd, hogy ez egy komplex program, ami rendkívül sok összetevőből áll. Szeretnék bemutatni néhány nagyon fontos embert, aki a program életébe szerepet játszik. Böröni Botondot Székelyudvarhelyről, Magyar Ákost Lajos Mizséről, légy szíves Ákost, és Szabó István úr, ha minden igaz, úton van, és ő is meg fog érkezni. Egy kicsit messzebbről fogom indítani a dolgot, mégpedig onnan, hogy léteznek a nagyragadozók, amelyek mindig is szerepet játszottak az emberiség életében. A farkas példáján keresztül, ami szerintem igen szembetűnő lesz, próbálom a többit is bemutatni, de ez szerintem ez elég jó példa lesz. Kicsit többet nyomtam. A vadászatból, gyűjtögetésből élő emberek nagyon jól ismerték a ragadozókat, hiszen azonos élettéren osztoztak velük nap, mint nap. Ismerték a taktikáikat, ismerték az erényeiket, tisztelték őket, ami nagyon fontos, hiszen a farkasok csapatmunkában, szervezetten, akár jóval nagyobb náluk, jóval nagyobb állatokat képesek legyőzni. Ugyanez, hogyha egy ember például egy farkast elejtett, akkor őt a tulajdonságainak a megszerzésével igyekezte magát is felruházni, vagy ezt birtokolni. A régebbi időben a mítoszok, legendák pozitív alakja volt a farkas. Számos nép eredet legendájában szerepel, kultusz, egy kultusz állat, totem állat. Elég, hogyha most a görög, vagy a török, latin, észak-európai népeknek az eredet mondáit nézzük, de most csak ha nézzük a legismertebbet, a latin mondakört, amelyben a Romulus és Remus, illetve a retteget római légióknak a hadijelvényeit effektíve farkasnak öltözött harcosok vitték, tehát kiemelt szerepük volt. Ezáltal személyesítették meg azt, hogy ezeket a tulajdonságokat, amivel a farkas rendelkezik, ők ezt bírják és megszerzik. Azonban hatalmas változások következtek az idők folyamán ebben. Ezeket a változásokat a terjeszkedő emberi társadalmak érlelték meg, az állattartás egyre nagyobb térhódítása, és a farkas háziasítása a kutya színre lép. Amikor a kutya színre lép, a farkas helyzete megváltozik. Ugyanis a kutya színre lépésével az ember a farkasnak tulajdonított tulajdonságok, erények jó részét képes volt birtokba venni. És ezáltal már a farkas szerepe az üldöztetés és az írtás lett, mivel első számú és fő közellensége volt az állattartóknak, minden lehetséges eszközzel írtották Európa szerte, Észak-Amerikában is, vagy ha a Kárpát-medencéjére gondolunk itt is, csapóvasak, mérgek, vermek, lőfegyverek, nagy farkashajtások itt például az Alföldön, amiben igazi hatalmas nagy nép ünnepélyek voltak, ahol akár 4-5 ezer ember részt vett, községek teljes lakosságát rendelték a farkas kutatására. Tehát ez egy nem egy dicsőséges időszak volt. Azonban a változás ugye itt is megérlelődött a nagyragadozók megítélésében, védelmével, világméretű állománycsökkenésük következett be. Egyes térségekből, országokból teljesen kiirtották, kipusztították őket. A rendszerelmű természetvédelem már egész másképp tekint rájuk.
Tehát észre kellett azt venni, hogy a rendszer egyes elemeit az ember nem veheti ki önkényesen, mert nem ismeri, nem tudja pótolni a természetnek a célszerűségét, a természetnek a rendszerének az összehangolódását, az egymásra épülő elemeket. Nemzetközi egyezmények jöttek létre, országonkönti különböző törvényi védelem, némely országon lesz szó a későbbiekben, amelyek a védelmét elősegítik. Programok a megóvására és a visszatelepítésére, jelenlegi feladatok a nagyragadozó védelemben, élőhelyromlás, beszűkülés, nem kell mondani, hogy ez egy jellemző probléma, zavarás, illegális pusztítás, erre is tudunk sajnos példákat, szabályozások betartatása, tehát a törvényi védelem, vadászati előírások betartatása nem egyszerű feladat, terepi kutatások, vizsgálatok szükségesek arra, hogy minél jobban megismerhessük ezeket az állatokat, és újabb fontos információk kerülnek napvilágra, amik néha felül is írnak egyes eddig elfogadott nézeteket, ami például a Dóri is kint mondott, hogy eléggé eltérő nézetek tudnak ütközni, amikor a szakemberek beszélnek erről a témáról. Felelős állomány szabályozás. Ezen is el kell gondolkodni, hogy amikor a védelem elér egy olyan szintet, hogy a populáció önfenntartóvá tud válni, stabil a populáció, akkor lehessen ezt a populációt vadászatilag hasznosítani, amennyiben kárt okoz, akkor pedig ebbe bele lehessen valamilyen szinten nyúlni. Tehát ahogy most védeni kell egy majdnem kiirtott ragadozót, ugyanúgy később szabályozni is szükséges az állományát, hogyha úgy alakul. Kompenzációs rendszerek, erről is lesz szó a szlovák példa alapján, hogy hogyan lehet azt megoldani egy jó példával, hogy az állattartók is együtt tudjanak élni a ragadozókkal, és ez viszonylag kevés súrlódással és gördülékenyen tudjon működni. Tényszerű bemutatás, ismeretterjesztés, ez mindig rendkívül hasznos és érdemleges dolog, a terepi kutatások, vizsgálatokkal együtt, az új információ, a tévhitek eloszlatása, tehát ezeknek mindig helye van. És akkor a programunknak a másik szeletét is nézzük meg a múltra is visszatekintően, a kuvaszt, ugye nagyragadozók és kuvaszok, kuvaszok és nagyragadozók, mindegy, hogy melyik kontextusban nézzük, mert ez a két fél, ez egymásra utalt és nagyon fontos. Egy őshonos kárpát-medencei fajtáról beszélünk, széles használhatóságú fajtáról beszélünk, nagyvados vadászatokon még jelenleg is feltűnik Erdélyben sikerrel, erre mi is sok példát tudunk hozni. Használták rendvédelmi szervek, egészen a határőrségtől a rendőrségig, de onnan kikopott, népszerűbb és könnyebben kezelhető használható munkakutyafajták révén. A marha csordákat hatalmas útjukon nyugatra ők kísérték, tehát kuvaszok kísérték a hortobágyi központból kiindulva a észak-itáliai délnémet vásárvárosokba. Vásározóknak a portékáit védték ezek a kutyák, tanyákat őriztek, jelenleg például bemutatókon részt vesz, tehát széles használhatóság. Értékes genetikai bázisú fajtáról beszélünk, ezt az is bizonyítja, hogy maga ez a program, hogy több mint 100 év után ezek a kutyák visszakerültek eredeti feladatkörbe, egy 100 éves kihagyás után, és pozitívan, jól, hatékonyan tudnak bizonyítani. Ez is azt mutatja, hogy erős az a genetikai bázis, majd később látni fogjuk, hogy mennyire le lett ez filézve ez a genetikai bázis sajnos. Géncentrumnak tekinthető, egyes kutatások szerint a tőlünk nyugodtabb első fehér pásztorkutyák a kuvaszból sarjadnak ki. Ezt lehet kétkedéssel fogadni vagy elfogadni. Minél több ilyen vizsgálat lesz, annál inkább lehet ezt majd elvetni vagy megerősíteni. Én ebben nem foglalnék most állást, nem is ez a fő cél. A feladatkör elvesztését, a Kárpát-medencét láthatjuk, ami ugye egy egységes táj jelleg volt, és egy országot is jelentett. A nagy ragadozók tulajdonképpen az egész Kárpát-medencét benépesítették, leginkább igaz volt ez a farkasra, nyilván a medvére, hiúzra azért már ez szűkebben volt igaz, és mindenütt, ahol a nagy ragadozók jelen voltak, ott szükség volt a kuvaszra. Mi történt? Tehát ez volt az elterjedtség őshonosság kérdése. A török háborúk betyárvilág végével a közbiztonságot igyekeztek helyreállítani, tehát itt már azért egy hivatalból, egy rendszerből működtetett közbiztonsági szervezet működött a pusztázók és a csendőrök által.
akik már azért igyekeztek rendet tenni, tehát a kutyáknak már ez a feladatköre már egy kicsit csorbult. Nyilvánvalóan a nagy ragadozókat fokozatosan kiirtották, és a Kárpátok koszorújába szorultak vissza, tehát a Nagy-Alföldön is elterjedtek voltak, de a 900-as évek, tehát az 1900-as évek első pár évében lőtték ki az utolsó nádi farkasokat. Ha ezt elfogadjuk, mint egy viszonyítási alapot ebből a kérdésben. Ragadozó pástorkutya egymásra utalság, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ez a program is azért áll két fő egészből, ami nem ketté választható, mert a nagy ragadozó és a pástorkutya, ezek nagyon egymásra utaltak. Tehát amint a pástorkutya, tehát amint a nagy ragadozó kiirtják, a pástorkutyát, nagy testű nyájőrző pástorkutyát, mert őrző pástorkutyáról beszélünk, mert van terelő pástorkutya is, ami egy másik műfaj, nincs rá szükség, nem fogják fenntartani. Tehát ez most annyiból is érdekes a mi számunkra, hogy a visszatérő nagy ragadozók a mai Magyarország területén, vagy az aranycsakál mennyiben tud ezen majd változtatni a későbbiekben. De ez nyugaton is ugye lejátszódott, hogy a nagy nyájőrző, nagy testű kutyákat felváltottak a pásztorkutyák, a őrző pásztorkutyák, és ez szépen jött felénk is ugye. Kelete és a Kárpát-koszorúban tudtak igazából a dolgozó állományok megmaradni. Trianon hatása, ez egy speciális eset a kuvaszra vonatkoztatva, de azt szoktam erre mondani, hogy a 9 fajtán közül ez az, ami leginkább a magyarsággal összekapcsolódott, mert még ebben is összekapcsolódott. Ugye általánosan elterjedt fajtáról beszéltünk a Kárpát-medencében, és Trianon hatását követően a felvidéki populáció, a kárpátaljai populáció, az erdélyi populáció, a verseci, deribláti populáció, a horvátországi tenyészetek, ezek mind megszűnnek úgymond létezni a kuvasz fajtának a vérkeringésében. A sótenyésztés, a fajtának a rögzítése, tehát a küllemi rögzítése szempontjából. És ezek az állományok különböző pályát futottak be, ami hát sajnos nem pozitív, ezt meg kell, hogy mondjuk. Mert ezeknek az állományoknak az elcsatolt területeken nem igen volt gazdája. Van, hogy átnevezték őket, van, hogy feloldódtak, van, hogy egyszerűen eltűntek. Tehát ez is változó. Negatív változások, ugye beszéltem arról, hogy a genetikai bázisa a kuvasznak nagyon nagyot változott, de annak ellenére még mindig egy rendkívül munkakész fajtáról beszélünk. A folyamatos munka és élettérvesztés, erről beszéltem, sajnos ez egyik legnagyobb vesztesége volt a fajtának. Nyilván az elcsatolt területek legjobb munkavégzésű állományú populációkkal megint egy hatalmas nagy csökkenés. A második világháborúban ez közszájon forog, hogy ezeket a kutyákat ki kellett írtani, mert másképp nem tudtak bemenni a tanyákra, de nemrég találtam egy cikket, ami a 19-es debreceni román megszálló parancsnoknak a körlevele volt, és ő felszólította a katonákat, hogy a tanyákon lévő kuvaszokat, komondorokat lőjék le. Mert több esetben összetűzésbe kerültek a nem éppen barátilag fellépő olá katonákkal a tanyákon. Kultúr és küllemtenyésztés. Ugye a kultúr és küllemtenyésztésnek elévülhetetlen érdeme, hogy ezt a fajtát megszidárdította küllemében, egységesítette küllemében, de a munkakészségét, meghatározó belső tulajdonságait nem tudta ezzel párhuzamosan megőrizni. Tehát amint egy munkára, feladatra szelektált állatot kiemelünk onnan, ahol ő létrejött, már pedig ha kiemeljük a kuvaszt az ősi feladatköreiből, ahol létrejött, és ettől függetlenül próbáljuk őt kezelni, akkor egy tévútra jutunk, és óhatatlanul az már nem ugyanaz az állat lesz, mint hogy a szürke marha sem ugyanaz, hogyha nem tartjuk rideg körülmények között. Törvényi védelem, ez nem csak a nagy ragadozóknak jár ki, hogyha szabad ezt fogalmazni, hanem a tenyésztett állatfajtáknak is, ilyen például a Riói Biológiai Sokféleség Egyezmény, amely kimondja, hogy igenis a biodiverzitásnak a része a tenyésztett állatfajták, amelyek különböző nemzetek kezén alakultak ki. Tehát ez egy nemzetközi törvényi védelem, vagy egyezmény, ami meghatározza ezt a kiemeltséget, és itt egy magyar törvényi védelem, amely a 32/2004-es országgyűlési határozat, amely a magyar kutyafajtákat is nemzeti kincsé megóvon őshonos genetikai értékké nyilvánítja. Sajnos ennek a törvénynek igazából az a hibája, hogy ez létezik, de ezt nem sikerül apró pénzre váltani, hogy a fajta ebből tudjon kamatoztatni. Tehát létezik, de külön szálon fut a fajta és a törvénynek a megléte. Tehát nem tudjuk visszakapcsolni igazából érdemileg.
reméljük, hogy ebben lesz változás. A kóoszok és nagyragadó természetelmi program ugye ennyi felvezetés után ugye összekapcsolódott a két szál, a nagyragadozó és a pásztorkutya, mint kubasznak a léte. A program 2000, akkor inkább onnan kezdem, hogy a Debreceni Egyetemen készítettem diplomamunkámat, ami szintén ezzel a témával volt kapcsolatos, ez 2006-ban készült, és 2004-től 2006-ig volt egy előkészítő szakasz ennek a programnak, ami több országot ölelt fel, de ami meghozta az áttörést, az a 2007-es év volt, amikor ki tudott szélesedni ez a program, hogy el tudott indulni, aktív fázisába tudott lépni, és az első kutyák kikerültek a munkaterületeken. Melyek a programnak a céljai? Az aktív védelem elősegítése, tehát úgy, mint a nagyragadozó, és úgy, mint a védelemre érdemes őshonos magyar pásztorkutya szemszögéből, adatgyűjtés, bemutatás, ismeretterjesztés, erre mind-mind nagyon nagy szükség van, mint ahogy említettem a ragadozóknál, és nem igazán tudjuk teljesen azt mondani, hogy nagyon jól ismerjük őket, és kijelenthetjük most már bizonysággal, hogy ők ilyenek és így fognak viselkedni bizonyos helyzetben, mert meglepődhetünk. Az aranysaká is tud meglepetéseket okozni Magyarországon, miért ne tudna a farkas? Miért ne tudna a medve? Tehát a helyi viszonyokra nagyon könnyen adaptálódhatnak, ami nem biztos, hogy ráhúzható egy portugál viszonyra például, ahol az embernek a közvetlen közelségében úgy szerzik meg a háziállatokból szinte a táplálékukat, nagyon minimális vadon élő állatok mellett, hogy nem igazán érzékelik azt az emberek olyan szinten, mint ahogy Erdélyben, hogy ott vannak a farkasok is, és létezik a probléma. Tehát ott már megint egy másik vonulata működik a ragadozóknak. Tehát ezt sosem lehet elég hangsúlyozni, hogy adatokat gyűjteni, bemutatni, ezeket publikálni. Ráadásul ugye a kubasz esetében van egy 100 éves kihagyás. Tehát vissza tudjuk nézni az 1800-as leírásokat, a Szűcs Sándornak a monográfiáit a kérdésben, amelyből nagyon sokat tudunk meríteni, de ez az akkori múlt volt, és ezt úgy tudjuk alátámasztani, vagy megerősíteni, vagy a jövőben, vagy a jelenbe átültetni, hogyha mi is ezt kipróbáljuk. Tehát nem az elméleteket szeretnénk erősíteni ezzel a dologgal. A belső tulajdonságok, munkakészség fenntartása, tehát erről beszéltem, hogy ez kiemelt fontosságú, hogy használati értéken is rendelkező fajtáról beszélünk. Állattartó, nagyragadozó, pásztorkutya, kölcsönhatások bemutatása, megismertetése. Itt még hozzátenném azt, hogy a vadászattal foglalkozó szervezeteket is be lehet ebbe venni. Nekünk egy olyan érdekes és szerencsés helyzetünk van például, hogy mind a felvidéki helyszíneinken, mind Erdélyben olyan vadászokkal állunk kapcsolatban, akik egyúttal nyájakat is tartanak, és mellette kuvaszokat is tartanak. Tehát nem feloldhatatlan ez az ellentét, lehet kompromisszumot kötni, tehát ők is tudnak kompromisszumot kötni ebbe a kérdésbe, és ezt meg lehet tenni. Adatok, tapasztalatok közreadása, tehát mit sem érnek ugye az adatgyűjtések, terepi munkák, a rengeteg fáradtsággal előteremtett információ, hogy az nem jut el a közönséghez. Ezért vannak a publikációk, előadások, filmek, honlap, ezekről talán később egy kicsit bővebben, együttműködés más szervezetekkel, ami szintén nagyon fontos, hogy mondjuk nemzeti parkok, vagy a vadvilág megőrzési intézet, vagy vadászatban érdekelt szervek, vagy fajta megőrzéssel foglalkozó szervek, vagy esetleg állami szerepvállalással a fajták alá segédkezet nyújtó programoknak, bekapcsolódás ezekkel a együttműködés, ez mind egy-egy előre lépés, amiből lehet és kell is profitálni. A vizsgálati módszerek, rendszeres terepi bejárás, amely nyújtja azokat az információkat, azon kívül is, hogy sokszor napi kapcsolat van a pásztorok és a koordinátor között, erről Boti tudna nagyon sokat mesélni, amikor fölhívják, hogy most volt itt a medve, most fogott le a farkas egy juhot, és akkor, ha neki is a szerencséje van, akkor ki tud azonnal menni, megnézi, dokumentálja. Tehát itt már egy forró vonalas kapcsolat van, és az sem fog majd meglepetést okozni, mert most már talán a pásztorok is szinte kamerával járnak,
hogy lehessen látni egy akciót is. Tehát nem csak a fontos lefotózva, amiről később lesz fotó, hanem akár egy ilyen akciót, hogy hogy működik az, amikor a medve majdnem óramű fontossággal érkezik egy esztenához. A helyszíni adatgyűjtés és rögzítés, tehát a terepi bejárásnak ez a ugye nagyon fontos része, mert mindent a helyszínen, tehát az élő tapasztalatból tudunk leszűrni, az, hogy egy elmélet például az működik-e vagy nem működik, az mindig a helyszíni adatgyűjtést megerősíti vagy elveti. De olyan is van, hogy megerősít, és lehet, hogy egy év múlva mások lesznek a tendenciák. Tegyük fel mondjuk egyik évben a medvével van több gond, de lehet, hogy a következő évben meg pont a farkassal lesz nagyságrendekkel nagyobb probléma, olyan helyszíneken, ahol azelőtt 3-4 évig nem volt. Együttműködés, információcsere, tehát ugye ez működik a bevont pásztorokkal, illetve gazdálkodókkal, de működik a területen vadgazdálkodás folytató szakemberekkel, vagy a természetvédelmi szakemberekkel, tehát ez működő dolog. Terepi kutatása a ragadozó életek iránt, tehát ez nekünk sajnos a kisebb részét teszi ki időhiány miatt, de ez is egy nagyon érdekes dolog. Vizsgálati helyszíneinkről annyit érdemes tudni, hogy ezek romániai és szlovákiai vizsgálati helyszínek. 22 helyszínünkön közel 60 kutya került kihelyezésre eddig. Juhok és marhák védelmére, döntő többségében juhok védelmére, tehát marhák védelmére kettő helyszínen vannak kovaszok. Ezek mind hagyományos legeltetéses állattartást folytató vagy magángazdaságok, vagy kisebb részben megmaradt TS-ek, vagy közösségi gazdálkodás folytató tömörülések, inkább így fogalmaznék meg. Tehát itt az a lényeg, hogy azonos élettérben vannak a nagy ragadozókkal. Tehát itt most nem az fog megtörténni, ugye az is megtörténik, hogy a medve beérkezik a faluba, vagy a farkas láncolról elviszi a kutyát a faluból télen, de ezek ritkább esetek. Itt viszont a ragadozók életterében jelennek meg az állatok nagy tömegben. És egy azonos élettéren valamilyen szinten meg kell osztozniuk, mint ahogy évezredekig meg tudtak osztozni. És ezeken a helyszíneken a károk és a veszélyeztetettség ez mindegyiken fönn állt és fönn áll. Tehát ezek olyan helyszínek, ahol ez fönnáll. A módszertan az úgy működik, hogy a kölyköket minél hamarabb a védendő állatállomány mellett érdemes tudni, amely 7 és 12 hetes korban a legideálisabb, hogy ehhez az állományhoz szocializálódjon, és ugyanez igaz mondjuk a védendő állománya is. Ez pedig a kihelyezések felajánlásokból és a belső szaporulatból történik, tehát már a kihelyezett kutyáknak van több generációs szaporulata, ami újra visszaforgatásba kerül a újabb és újabb helyszínekre. A felajánlások azok 19 tenyészetből kerültek eddig ki, tehát 19 különböző kuvasz tenyészetből 4 országból. Magyarországról, Romániából, Szlovákiából és Szerbiából. Tehát ez elég nagy, úgymond szeletet lefed a fajtából. A szocializáció, ami a kezdeti lépése a kihelyezésnek, és ahhoz, hogy egy aktív munkavégzésű kutyát kapjunk. Betanulási fázisok vannak, amiben mindig egy kicsit feljebb lép a kutya, ahogy az életkora és a saját mentalitása is megengedi, illetve az, hogy ő mikor kapcsolódik be ebbe a történetbe, mert lehet, hogy ha ő a legeltetési szezon elején kapcsolódik be a történetbe, akkor neki menni kell. Tehát ha ő 9 hetes, akkor sokszor neki akkor is megy, és van olyan kutya, amelyik, hogyha féltik, mert bezárják, mert ilyen erre is volt példa, mert annyira elfáradt az egésznapos nyáj melletti menésben egykora kiskutya, hogy este hanyatott össze és nem evett. És bezárták, hogy hát nehogy elpusztuljon, mert hát akkor lerongyolódik, vége van, akkor mert amúgy egy jó kiskutya. És bezárták, és amikor jön, kereste a gazda, hogy megeteti délben, hogy mi is ez a kiskutya kapjon enni, akkor nincs meg a kiskutya. És akkor valaki ellopta a kiskutyát. És este jön be a nyáj, és jön vígan a kiskutya. Hát a kiskutya elment Ákon Bokron 4-5 kilométert a nyájnak a csapása, a szaga után, mert neki ez az élete. És ennek a kutyának most is ez az élete, tehát ilyen kutyák vannak, nem mindegyik, bár mindegyik ilyen lenne. Aktív munkavégzés, ezt ki kell jelenteni, hogy több szezont le kell húzni egy kutyának ahhoz, hogy tényleg egy erős
erős támasza legyen a falkának. Mert ugye ezek a kutyák falkában vagy párban dolgoznak, ami a, például a felvidékre jellemző dolog, de teljesen más viszonyok miatt van ez így. És a folyamatos tapasztalatszerzés. Tehát a nagyragadozókkal való konfrontációban, vagy az ő taktikáiknak a úgymond megelőzésében, vagy kijátszásában, mert itt taktikai versenyek mennek, tehát a kutyák és a ragadozók között, tehát a farkasról beszélek, tehát a falkákról inkább, soha nem lehet eléggé okos egy kutya, és soha nem lehet eléggé tapasztalt. Tehát itt tényleg az aktív munkavégzésű kutyától a kutyának az elmúlásáig folyamatosan tanul. Mert mindig van mit tanulnia. Tehát változnak a nagyragadozóknak a viszonyok, tehát a taktikái is, és maga a körülmények is. Az őrzőmunkáról, amelyet ezek a kutyák végeznek, néhány szó van. Erdélyben nem ritka, amikor télen is ilyen kis hóban legelnek a juhok, és akkor nyilván a kutyák is velük tartanak. A kutyáknak a feladata a megelőzés és a távoltartás. Tehát nem a ragadozókkal való konfrontáció a fő feladata. Ugyanis, ahogy a Dóri is elmondta, és nagyon egyetértek vele, lehet konfrontálódni a ragadozókkal, de nem érdemes. Hát nem ugyanaz a kategória egy kuvasz, vagy egy sárhegyi, lehet, hogy majd valaki elveti ezt, amit mondok, vagy egy közép-ázsiai, vagy egy tibeti masztif, mint egy farkas. Nem is lesz sosem ugyanaz a kategória, ennek nagyon sok oka van, miért nem az, ezt el kell fogadni. Tehát az ő feladatuk a megelőzés és a távoltartás, egyfajta élő védelmi zónát húznak a védendő állomány mellé, majd később szó lesz arról, hogy milyen opciói vannak ennek, hogy jelző szerepkörük van, ugyanis a nagyragadozókkal szemben a kutyák önmagukban nem eredményesek. Ezt lehet, hogy némelykor ki lehet jelenteni, hogy igen, de többségében nem véletlenül van az, hogy a pásztor és a kutya, hogyha Erdélyben járunk, akkor sosem látunk úgy, hogy kutyák sétálgatnak magukba, vagy pásztor sétálgat magába kutyák nélkül olyan helyen, ahol nagyragadozók vannak. Ez nem véletlenül van így. Nyugatról ugye az a információ érkezik, hogy lehet azt megtenni, hogy a kutyák, csak a kutyák őrizzék a nyájakat emberi felügyelet nélkül. Lehet, hogy ezt egy ideig meg lehet tenni, amíg visszatelepülnek ezek a ragadozók, és mondjuk lehet, hogy párban vadásznak, vagy egyedül próbálkozik egy farkas, de amint ott is egy stabil állomány lesz, és kialakulnak 3-4-5 fős farkák, ami jellemző Európára, akkor ez már kevés lesz, hogy a kutyák önmagukba szálljanak szembe a farkasra. Ugyanis, ahogy Dóri például nagyon jól elmondta, és ez a mi tapasztalatunk is, a farkas nem fél a kutyától. A kutya fél a farkastól, viszont a farkas fél az embertől. Tehát együtt tudnak hatékonyan föllépni, ha a kutya mögött áll az ember és biztatja, a kutya teljesen más, tehát a jó munkavégzésű kutya is szintekkel aktívabban tud védekezni. A medvénél megint majd később látjuk, hogy más a szempont, mert a medve se a kutyától, se az embertől, nem fél, hogyha úgy alakul. Komplex védelem, ez nagyon fontos a komplex védelem, ez a két fő eleme. Tehát maga az ember, hogy ez ne a kóberébe, amiben ő éjszaka alszik, részegen feküdjön, és a kutyák önmagukba legyenek kényszerülve arra, hogy egy nagy farkasfalkával fölvegyék a harcot. Ez a két fő eleme, a pásztor és a kutya, amelyik együtt védekezik a nagyragadozókkal szemben, de ennek ezt minél komplexebbé lehet és érdemes tenni, különösen ott, ahol tegyük fel, körbe van kertelve, ez is egy élő példa a vizsgálati helyszínen, körbe van kertelve a juhos kert, a vodás körül mondjuk, és akkor ezt a medve igyekszik lehúzni. Tehát az egész kerést és sort a medve meghúzta. Tehát nem egy oszlopot húzott ki, ami le volt betonozva, hanem magát az egész kerítéssort meg tudta húzni elég jól lefelé, hogy ő bemegy. És akkor a nyomokból látszott, hogy kívül a medvének a nyoma, mert nagy sár volt a patak mellett, és belül meg a kutyák nyoma. Tehát a medve nem tudott bemenni, most már valószínűleg nem is fog, mert most már egy villanypásztorsor is van a tetején. Tehát amikor egy védelem gyengének bizonyul, vagy bizonyos szempontokból támadható, akkor érdemes minél komplexebbé tenni. Tehát egy villanypásztorra megerősíteni, riasztási módszereket alkalmazni, vagy ha a károk olyan mértéket érnek el, akkor a vadászatban érdekelt és felelős szerveket kérni arra, hogy a törvényileg meghatározott elégyügyások és kereteken belül lépjen ő is fel. Ez mondjuk egy ritkább dolog, de erre is van példa. Munkazónák, erről később lesz szó, 24 órás védelemről kell beszélni, tehát ezeknek a kutyáknak, amikor a legelőkön vannak, 24 órában kell védeniük az állatokat. Ez egy olyan igénybevétel, amit
amit hobbi, vagy városi, vagy kiállítási célra tartott kutyáknál mi el sem tudunk képzelni, hogy ez mit jelent. Ez egy nagyon nagy igénybevétel, amely nincs megtámogatva ugyanazzal az élelem és törődéssel, amit mi megadunk. Mert itt nagyon lényeges, hogy itt a cél a haszonállat. A kutya egy eszköz. Ugye, amit mi megszoktunk, hogy kiállításra visszük őket, vagy házi kedvenc, ott a kutya a cél, és minden eszközt alárendelünk neki. Tehát fordított a helyzet. Itt viszont a kutya csak egy eszköz. Mert eszköz a pásztor, eszköz a pásztorbotja, ha eltörik, lecseréli, eszköz a villanypásztor, tehát itt minden annak van alárendelve, hogy ezek az emberek az állattartásban meg tudjanak élni. Van egy bizonyos holtidő, amikor nem tudnak legeltetni, mert olyan a hóborítottság, vagy olyan nagy fajok vannak, hogy nem tudnak kint itatni, akkor a falvak közelébe húzódnak, amikor a kutyák is például le vannak kötve mondjuk 3 hónapra, vagy 2 kutya van elengedve, összes többi lekötve. Tehát ezt is el kell viselni egy olyan kutyának, ami egyébként 9 hónapig nincs megkötve. És önállóan annyit mozog, és úgy mozog, és olyan. Tehát ez is egy igénybevétel, amit nem minden kutya bír mentálisan. Az emberi tényezőről nem lehet eléggé beszélni, hogy egy jó pásztor, aki ért a kutyához, szereti a jószágot, tehát a haszonállatot is, pótolhatatlan. Egy jó helyszín pótolhatatlan. Mert hogyha nem jó a helyszín, a kutyák nem kapják meg azt az optimumot, ami mellett ők tudjanak teljesíteni, akkor ők sem tudják hozni a maximumot. És a legtöbb probléma abból, amikor a kutyák megsérülnek, kiselejteződnek, nem válnak el, az nem a nagy ragadozók miatt van, hanem az emberi tényező miatt. Tehát a 24 órás védelemről beszéltem az előbb, és ennek a szintjeiről. Itt van egy helyes kötött védelem, ez mondjuk egy éjszakai kihajtás, tehát egy hajnali kihajtás előtti állapot, de ugye éjszaka is. Ez tapasztalható. A kutyák helyhez kötve, egy kis helyhez kötve védik az állatokat. Ezt általában úgy oldják meg, hogy van, körülfekszik a lekerített részt, ahol a védendő állományban, vagy magas latokon helyezkednek el, és őrjáratoznak. Tehát a kubasznak megvan az előnyös tulajdonsága, hogy ő azért szereti tudni, hogy mi zajlik körülötte, és nem mindig pont akkor szembesül azzal, hogy akció van, amikor már az óra előtt van. Tehát ez egy előnye a fajtának, hogy aktív ez a fajta. Tehát ez az egyik része. Amikor a ragadozónak kell megérkeznie úgy, ahogy látjuk is, hogy itt észrevétlenül nehéz megérkezni egy olyan karámhoz, amely kutyákkal van körülülve. De meg tudják csinálni. A ragadozónak ilyenkor az a célja, hogy elmozdítsa a kutyákat a védelmi helyzetükből, vagy az a célja, amennyiben lehetősége van rá elégtelen védelemnél, vagy kevés kutyánál, vagy alvópásztornál, hogy ebből a karámból a jó kimozdítsa. Ritka az az eset, amikor ő előfordul, hogy beugrik, de csinál olyat is, hogy körbefutja a karámot. És megvárja, ami a juhok kitörik ezt a karámot. És ott már ő úgy válogat, és olyan könnyen elviszi majd, elhajtja erre a bokros részre, a juhot, ahol majd ő nyugodtan meg tudja ölni, és meg tudja ölni. A másik a mozgó védelem, a legeltetés közbeni védelem, ami már sokkal úgymond komplexebb, és egyben veszélyesebb is. Mert amíg a medve inkább éjszaka szeret lecsapni, a farkas bármikor. Tehát a tavalyi évben kellett azt megélnünk, hogy a delelés közben érkeztek meg a farkasok, amikor pihen a nyáj és pihennek a kutyák, és az augusztus legnagyobb meleg van, és akkor érkeznek meg a farkasok. Tehát egy ilyen fedett területen például, ahol át kell vonulni a nyájnak, mindegy, hogy itt van 6 kutya, vagy van 3 pásztor, ez mind egy kiemelt kockázat. Mert egy ilyen területen a nyáj végéből, elejéből a ragadozó a fedettséget kihasználva nagyon gyorsan tud zsákmányt ejteni. Nagy ragadozók. Mint ahogy mondtam a dokumentációt, ennek a képnek az érdekessége, hogy ez egy etédi vizsgálati helyszínünkön készült. Pont annak a falkának az egyik tagja látható, amelyik délben előszeretetten látogatták meg a juhokat. Tekeres Csaba juhos gazdának a felvétele, ez a legjobb felvétel, ezt raktam be, de van több felvétel is erről a farkasról. Augusztusi kép nyári szőrben látható, egy igen nagy példánynak volt mondva ez a farkas. Romániában szigorúan védett a faj, Szlovákiában részleges védelem
ben van, mert az Európai Uniótól derogációt kér Szlovákia, hivatkozva arra, hogy a haszonállatokban okoznak károkat a farkasok. Ezt a védelmet most próbált a némely szervezet lazítani, de úgy tudom, hogy ez megmaradt. Magyarországon fokozottan védett a faj, és ami a magyarországi szempontból lényeges, hogy Magyarországon és a Szlovák Harc Nemzeti Parkban egész évben vadászati tilalom van a farkasra, ugye a szlovák előtt itt a szlovák karszt, ami nekünk ugye egyik vizsgálati helyszínünk, illetve az, hogy az ortelleki karszt és a szlovák karszt az ugye egy határvonal szeli ketté, de az egy egységes tájegység, amit a farkasok, a farkák rotálva használnak. Tehát lehet, hogy ma a szlovák részen van, holnap az ortelleki részen van, és Ádám örül nekik. Tehát ott vadászati tilalom van, ennek ellenére ott is vannak illegális elejtések. Nézzük meg a farkaskárokat kicsit bővebben, hogy mit is tartalmaznak ezek. Ezek gyors lefolyásúak tudnak lenni rendkívül, tehát van, hogy a kutyák észesen veszik. Tehát egy ilyen fedett helyen például, vagy ennél jobban fedett bokros részeken, ha elmaradnak a juhok, amely sántít, vagy lábfájós, a pásztor nem figyel rá, vagy megbárányozik a juh, és nem minden kutya maradott a bárány és az anya mellett, akkor ideális helyzetben a farkasnak nagyon gyorsan úgy eltünteti, hogy ez lehet, hogy csak a számadáskor kerül napvilágra, hogy hoppá, ez a juh is oda van, ami a Kovács András bácsi Szent Ábrahám, ezzel illet. Tehát gyors lefolyású, nehezebben kivéthető a kutyák szempontjából, ennek nagyon sok oka van. Ugye itt taktikákról van szó, falkákról van szó, nem úgy, mint a medve esetében, ahol egyedi elbírálás alapján jön házhoz az ellenség, úgymond idézőjeles ellenség, tehát nehezebben kivéthető, a farkasoknak nagyon nagy taktikáik vannak, nagyon ügyesek, nagyon rafináltak, rendkívül intelligensek, rendkívül tanulékonyak, ha egy taktika nem válik be, akkor megpróbálja a következőt, ha egész éjszaka fárasztja a juhát, fárasztja a kutyákat, és ez nem működik, akkor majd nappal fogja elvinni, amikor már lankod a figyelem, tehát nagyon nehéz, tehát ő az igazi nagy ellenfél a farkas. Kevésbé dokumentálható, gyorsan történik, sokszor a pásztorok nem is nagyon látják a farkasokat, noha a medvét azt például látják, tudják azt is, hogy honnan fog érkezni, merről jön. Tehát egy teljesen más világ, taktikai rendszerek vannak, nagyon komoly taktikai rendszerek, hogy hogyan lehet a kutyák figyelmét elvonni, hogyan lehet megosztani, hogyan lehet a juhokat is olyan helyzetbe hozni, hogy több farkas eredményesen tudjon zsákmányolni, és ez elérhető távolságba kerüljön, úgy, amit már nem veszélyezteti azt, hogy el is tudják fogyasztani. Mert a farkas nem húzza magával az áldozatát, a medve az elviszi egy védett helyre, van ereje is hozzá, egy tehénnél is, a farkas ezt nem teszi meg. A farkas ezt úgy teszi meg, hogy addig üldöz a juhot, addig hajtja maga mellett, vagy addig fogja, amíg olyan helyre nem ér, ahol ő már úgy gondolja, hogy ez egy védett hely, egy patakmeder, egy fedett rész, ott már megfogja, széthúzza, megették kéz. De a karán mellett nem fogja megenni, ha ott akció van, ott vannak a kutyák, ott vannak a pásztorok, és működik képes rendszerben, nem kockáztak. Gyengébb védelmi reakciót mutatnak a kutyák a farkas falkára, mint a medvére. Ez a taktikai rendszereknek, a magának arra, hogy több ellenféllel kell szembeszállni, illetve annak is tekinthető, hogy a kutya, mint zsákmány, előszeretett és központi helyen áll a farkasoknál. Tehát kevés dolgot szeretnek annyira, mint a kutyahúst. Ez vadászati irodalomból is sokaknak ismert, hogy a kutyát nem marhával, nem juhal csalizzák lesen, hanem kutyadöggel. Mert valamiért lehet amiatt, hogy tegyük fel a kutya változatosabb, ragadozó, de mégis változatosabb táplálékot teszik az ember mellett, és másabb lehet az íze, de nagyon szeretik a kutyát, tehát ez elvitathatatlan. És sok olyan eset van, amikor a pásztorok élőben mesélik el azt, hogy mennyi múlik az egy kutyának az élete. Amikor egy kutya elfut egy farkas után, és mert bátor, és ő úgy gondolja, a farkavezér felvállalja, a kuhasznál is sok van ilyen, és amikor egy bizonyos megfelelő távolságba ér, akkor a farkas már szembefordul vele, mert egy az egyben legyőzi, és már ott van a két farkatársa. És ha gyorsan nem fut a többi kutya, gyorsan nem fut a pásztor, akkor ennek a kutyának vége van, mert nagyon gyorsan meg tudja ölni. A vastöpörvek mellett is, amik a másik szobában majd megtekintetőek lesznek, majd erről a végén egy kicsit, akkor, hogyha az elején gyorsan mondok. És az a jó, hogy vannak ilyen, tehát a kutyát ez meg tudja törni, hogyha ragadozóval találkozik, farkassal medvél, hogy ilyen akcióba kerül, akkor
szó szerint ezt ki kell mondani, hogy az inát lefossa. Tehát amikor szembesül azzal, hogy ez nem egy kutya, hanem egy farkas, ha tapasztalatlan, medvénén is előfordulhat ez. És sokszor a kutya úgy megtörik, hogy soha többé nem lehet alkalmazni erre a fajta ellenfélre. De nálunk, hál' Istennek, van olyan, amelyik az sokszor ezt megtapasztalta, és a legjobb kutya. Van ilyen is, de van ellenpélda is, amikor azt lehet mondani, hogy kész vége. Tehát éjjel rossz időjárási viszonyok, nyilván a ragadozó jobban szeret támadni, amikor a kutya is elbújik, de kihasználja ezek szerint azt is, amikor délbe tűz a nap, és akkor a kutya is elpihen, a nyáj is elpihen, és a pásztor is elpihen. Tehát azt is ki tudja használni. Eddig lehet, hogy nem használta ki, most a tavalyi évben kihasználta. A nappali fedettség, ez megint egy nagyon jó dolog nekik, amit ugye legjobban tudnak használni a farkasok. Terület és falkafüggőség, ciklikusság. Van, hogy egy adott területen nincs kár. Például most hozom a Felvidéket példának, hogy van egy olyan gazdasági egység, egy volt TS, ami most már magántulajdonban ment, tehát hogy a farkasok az ott egyik dökkútnak kinevezett elhagyott juhodájba bejártak enni. Ott nekik ez megszokott dolog, ott látták a farkasokat sokszor, hogy ott tesznek, marhákba is okoztak károkat, ami egy ritka dolog. És kerültek oda ki kutyák, és azóta eltelt 2-3 év, és ez a dolog megszűnt. Tehát látják a farkasokat a nyáj körül is, hogy működnek, vannak, mozognak, de nincs, most jelenleg nincs gond, hál' Istennek. Tehát a ciklikusság is egy olyan dolog, hogy lehet, hogy egyik évben nem okoznak gondot a farkasok, lehet, hogy a következő évben olyan úgymond farkasjárásos év lesz, ahogy a pásztorok ezt szeretik egymás között alkalmazni, és az Alföldön is így emlegették ezeket az éveket, amikor egyszerűen nem lehet megmaradni, és vannak olyan területek, hogy azt mondják, hogy ezt a területet a legeltetés befejezzük. És behajtjuk a nyájat, mert nem tudjuk megőrizni, mert kimentünk 10 kutyával, és maradt 3, és minden nap elvisznek 3 volt. És akkor behajtják a juhokat, vagy átviszik egy másik legeltető egy területre, és akkor kész ott annak ott vége is van, arra az évre. A medve, mint másik nagy ragadozó, Romániában szigorúan védett, Szlovákiában teljes védelmet élvez. Ezek úgy nagyjából ugyanazok a szinonimák, csak más megfogalmazásokban működnek az adott jogrendszerben. Magyarországon védett, Európai Unióban jelentős fajként. Ezzel azt kell érteni, hogy egy 50 ezres eszmei értéke van, ha jól tudom, és ez nem változott meg, akkor 50 ezres az eszmei értéke 93 óta, de nincs állománya Magyarországon a medvének, de az Unióban jelentős faj, ezért védett. Tehát átállt látogat, de nincs állománya. Tehát a farkasról is azt gondolták azelőtt, hogy nincs állománya, de akteleken ugye kérdés volt ez, hogy mi van ezzel az akteleki falkával, és állám elmondta egy ilyen videóban, hogy 9. éve jelen vannak a farkasok, amióta vizsgálja, és mind a 9 éven volt szaporulat. Tehát az, hogy aztán mi történik ezzel a szaporulattal sajnos, az már egy másik kérdés, hogy miért nem tud ez az állomány egy stabilabb pozíciót kivívni a magyar viszonyok között. Magyarországon vadászati tilalom van a fajra nyilvánvalóan. A medvének a károkozása lassabb lefolyású, tehát a medve egy megfontolt állat, ő tudja mit akar, különösen, hogyha ez egy erős állat, amely erejének tudatában se a kutyától nem fél, se az embertől nem fél. Itt egy medve által összetört karámot láthatunk a háttérben, ahogy a kutyákkal viaskodott éjszaka. Tehát ő más taktikát alkalmaz, ő magabiztos a medve, és ő nyugodtan közelíti meg a nyájat. Ezt jobban a kutyák is jobban feltérképezik. Tudják, hogy a medve egyedül jön. Tehát nem kell attól félni, hogy most én szembe megyek egy farkassal, és akkor ott lesz egy másik, meg itt lesz egy másik, vagy ki tudja, hol lesz a másik. Tehát a kutyákat az elbizonyítja. És a medvére sokkal aktívabban tudnak reagálni. Könnyebben megelőzhető a kár is olyan szinten, hogy hamarabb észlelik a medvét, mivel a medve az azért nem taktikázik, tehát bízik az erejében, és ha ideje előtt meg tudják állítani ezt a medvét, hogy nem kerül túl közel a juhokhoz, vagy nem egy olyan medve, amelyiknek már teljesen mindegy, mert annyira rászokott erre a típusú zsákmányolásra, akkor nagyon jó eséllyel ezt a medvét elkedvetlenítik. Tehát nyilván a kutyák nem tudják őt megfélemlíteni, de elkedvetlenítik. Tehát amikor a medve nem tud előre haladni, tehát jobbról, balról csípik, és akkor eltelt 15 perc, és ő nem tud közelebb jutni, eljut a szobának a sarkáig 15 perc adtak, akkor már meggondolja, hogy most próbálkozzak itt, vagy menjek máshol, mert nem éri meg. A medvénél aktívabb reakciót mutatnak a kutyák, tehát pont ezek miatt, a dolgok miatt.
jobban dokumentálható a dolog, tehát sok esetben azt mondják a pásztorok, hogy, hogy igenis, hogy lehet tudni, hogy a medve arról fog jönni, és kb. Ebbe az időben. És a Szent Ábrahámi pásztor, amikor már gondja van a medvével a tavalyi évben, már a behajtáskor már odáll a jeep a terepjáról, és világít reflektorral, hogy a medvét még ezzel is zavarja, vagy tudja, azt is tudja, honnan fog jönni, meg mikor. Tehát, tehát ennyiből egyszerűbb a, úgymond a helyzet, de mégsem annyira egyszerű, mert életveszélyes az emberi szempontjából a medve. Az éjszaka a rossz időjárás, ők is kedvelik ugye a medvék, hogy kihasználják ezeket a viszonyokat a saját javukra, fordítsák. Gyakori probléma, Erdély szerte gyakori probléma az, hogy a medvékkel több probléma van, nem csak a legeltetett állatoknál, hanem úgy összességében is el lehet ezt mondani. A pásztorok veszélyeztetése, tehát a farkas nem veszélyezteti az emberi életet, ahogy a Dóri is elmondta a tapasztalatok alapján, hanem inkább kitér. Tehát nem kockáztat, kitér. Európában különösen ez beidegződött, hiszen ezért lett kiírtva. Amelyik farkas nem tért ki, az volt a legelső, amelyik ki lett írtva, és az maradt meg, amelyik elkerült az ember, ő maradt meg legtovább. Ugye Amerikában más a helyzet, mert ott pont ezért, hogy nem annyira térnek ki. A pásztorok veszélyeztetése, tehát a medve meg tudja ölni a pásztort zokszó nélkül, tehát sok esetben a kutyák védik meg. A Facebookos oldalunkon fönn van egy olyan eset, ahol a lajdiát az illetőnek a három medve karom nyom végig van, és ott össze van tűzve, össze van öltve. Őt úgy mentették meg, hogy a másik nyájtól jött vissza a két kutya, tehát eme kutyák is védték ezzel a nyájról, de az erdőn keresztül jött másik nyájtól vissza két kutya, hogy segítsen a másik, tehát a másik nyájnak, és pont utána nyúlt az illetőnek a medve, és a két kutya pedig jött ki az erdőből. Tehát, hogyha ez nem történik meg, akkor valószínű, hogy ő most nem varta össze a halalbiát, nem varta nem össze. Építményvédelem. A medve esetében, mint ez a jobb oldalon látható ez a kis kép, ez egy trágya kidobó nyílás, amit kb. Egy ekkorának kell elképzelnünk, egy nagy pajta oldalában, de lehet, hogy kisebb. Tehát ott az erdélyi gazdák ugye fapadlóban van lerakva a pajta, amiben disznók is lehetnek, marhák is lehetnek, és ezen a trágya kidobó nyíláson ő kitolja a reggeli légterméket, és ez egy kényelmes, egyszerű feladat, mint hogy ő, különösen ha nem almoznak, mert sok helyen nem almoznak, és ezen a nyíláson is képes a medve bemenni, tehát ezt befelé be tudja nyomni, bemegy és kihúzza, ami neki kell, általában a disznót, mert azt nagyon szereti. És akkor ezek a szögek, ott kéznél látszik is, hogy ezek mekkora szegekkel van kivelve, tehát ezt már nem szívesen nyomja be. De ugyanennél a pajtánál, csak nem akartam föltenni még egy képet, hogy ne legyen túl zsúfolt a szöveg miatt. A pajtának az ajtaja az egy nagy erős deszkaajtó volt, amin egy külső teljes vasalás volt rács formájában. Tehát a medve egy gyengébb épületet meg is bont, ha úgy alakul. Tehát erre a falvakban gyakori példa van, hogy hozzájusson az állatokhoz. A károk összefoglalása, ennek a fotónak az érdekessége, hogy ez erdélyi vizsgálati helyszínünkről származó ez a két koponya. A bal oldali egy mérgezésben elpusztult fiatal kuvaszkan, a jobb oldali az egy lőtt fiatal farkaskan. Tehát ezek nagyjából azonos idősnek is nevezhetőek, és úgy méretileg is egy nem túl nagy állatok, tehát ez így érdekességképpen így egymás mellett. Hogyha lesz lehetőségünk a mai napon, akkor talán a kuvasz koponyáink mellett medve koponyával is össze lehet majd hasonlítani. Reméljük, hogy ez így lesz. Komplex védelem hatékonyság. Tehát amikor a károk megelőzéséről beszélünk, akkor minél komplexebb a védelem, annál jobb. Sőt, hogyha nem elégséges, akkor mindig fejleszteni kell a védelmet. Tehát, hogyha nem elég a pásztor, nem elég a kutya, akkor kell a villanypásztor, akkor kell a hangadás, kell a riasztás, érdemes tüzet rakni. Tapasztalt nyájőrzők, ez nagyon lényeges. Egy falkát nem lehet úgy összerakni, hogy hirtelen összeveszegetek kutyákat, amikről nem tudjuk, hogy honnan vannak. Általában azokat a pásztor kutyákat adják el, amik nem jók, mert a jó kutyát nem adja el senki. Vagy fiatal kutyákat kihelyezni, akiknél nincs kitől tanulni. Tehát a felvidéken ez volt például az egyik probléma, hogy kihelyeztük párban a fiatal kutyákat, de nem volt kitől tanulni. Igen, belehúzunk. Tehát ez gond volt. 24 órás védelmet kell fönntartani, ebben nincs megalkuvás. Fázisokban kell alkalmazni a védelmet, tehát kell gyarapítani a védelmi intézkedések számát, hogyha ezek nem elégtelenek. Kompenzációs rendszer. A szlovákiai Szlovák Természetvédelem és mezőgazdasági minisztérium egy jól működő kompenzációs rendszert
tart fent, ami úgy gondolom, hogy egyensúlyban tartja a dolgokat. Romániában ez sajnos nem így működik. Elviselhető mérték. Valahol a károkkal mindenki számol, aki állatot tart, ismeri, de általában ezek az elviselhető mértékben szoktak is maradni. A nagy ragadozó monitoring, mint tevékenységünk, ez egy ritka dolog, ez jósfafőn farkas ülék, a hucolménes mellett igen gyakran szoktak ők, ott van az egyik csapájuk, tehát igen gyakran szoktak ott tartózkodni. Farkasnyom Erdélyből, medve, első lábnyom szintén Erdélyből vizsgálati helyszínünkről. A tapasztalataink 22 helyszínről, 60 kuvasz, 19 tenyészet, két ország teljesen eltérő adottságokról, amiből most nem fogok kitérni. A tapasztalatainkat ez alapozza meg, ami elég széles tud lenni a fajta tekintetében is, és mind elemszám is. Tehát széles a vizsgálati bázis, csökkenő vagy megszűnő károkról tudunk beszélni. Az emberi tényezőről már eltettem szót, hogy kulcsfontosságú az emberi tényező, hogy hatékony legyen a védelem, hatékonyak legyenek a kutyák. Sajnos labilis a gazdasági háttér, ami ezt a rendszert érteti úgy, ahogy. Reméljük ebben lesz változás, vagy fönn tud maradni ebbe a viszonyok között, ami most van. Jelentősek a veszteségek, és ezek általában az emberi tényezőre vezethetők vissza többségében, bár ragadozók miatt is sérülnek meg kutyák. Ezt a szaporulattal, a belső szaporulattal próbáljuk meg kompenzálni. A kuvaszokról elmondható, mivel őshonos Kárpát-medencei fajta, a mi viszonyaink között optimális viselkedést mutatnak. És ez nagyon lényeges szempont és ismérve a fajtának. Hatékonyan lehet alkalmazni, tehát összességében. Ez azt jelenti, hogy nem minden kutya felel meg, vannak kiemelkedően jó kutyák, akik szinte legendának számítanak, vannak közepesen kutyák, és vannak olyan kutyák, amelyek kilettek vonva a programból, ilyen-olyan úton, mert nem váltak be. Eredményeink, publikációink, ezt is majd meg lehet tekinteni a másik előadóteremben, tehát publikációinknak egy része látható itt, de majd a tévében, filmek, a Duna TV-ben volt több megjelenési lehetőségünk, a EGRI TV-ben él a honlapunk, ami remélhetőleg hamarosan angol nyelven is elérhető lesz. A szakmai ismeretanyag folyamatosan bővül, hiszen adataink vannak, ezeket igyekszünk minél jobban, minél több helyen közreadni. A téma minél jobb megismertetése itthon és külföldön, itt is ezért vagyunk például, erdélyi rendezvényeinkkel is ezért vagyunk. Rendezvények, konferenciák, rendezvények, három érintett nemzeti parkot meglátogattuk, ami a működési, illetve a hazai nagyragadozóinkkal összefügg. Az Akteleki Nemzeti Parkban voltunk konferencián, a Bükki Nemzeti Parkban voltunk, és a Szlovákasz Nemzeti Parkban voltunk. Itt különböző együttműködési fázisok valósultak meg. Saját rendezvény létezik a programnak, ez már a negyedik évre tekint vissza. Ez Erdélyben, hagyományosan Erdélyben kerül megrendezésre. Ez az első kép, ez az ivói rendezvény, Desákban volt a második, a tavalyi Szent Ábrahámon, és az idei Magyar András falván lesz. Génmegőrzés, tehát létezik egy munkacentrikus állományunk, amit szeretnénk megóvni, fejleszteni. Ez egyben génmegőrzésnek is nagyon fontos szempont, mert amikor a kuvasz állományból egy őshonos magyar fajtából 200 egyedet törzskönyveznek egy évben, 200 egyedet, ami nyilvánvalóan nem elégséges ahhoz, hogy egy populációt, egy genetikai változatosságot fönntartsunk. Tehát ezeknek a kutyáknak is nagyon...